Hatodik alkalommal rendezték meg Maros-Lelén a zenés nyári estéket. Idén 4 darab előadás volt. Fellépett egy blues zenekar, egy zenés vígjátékon lehetett derülni, volt operett, majd helyi énekesek tartottak nótaestet. Most az idén egy új helyszínen, itt az idősek otthonának az udvarán lesznek a rendezvények. Ennek két oka van. Egyrészt ez egy jó hely, és felfedeztük, másrészt a szennyvízberuházás az most adta a lehetőséget, hogy ide bevonuljunk. Ugye látszik, hogy a könyvtár udvar az most nem alkalmas. Én azt mondom, hogy ez a rendezvény sorozat ma már kinőtte a községnek a kereteit. Sokan vannak ilyenkor vidékről is, ismerősök, családtagok, rokonok, barátok eljönnek, meg hát olyanok is, akik kíváncsiak az itteni műsorokra. Valóban változatos műfajú esteket szerettünk volna összeállítani, éppen azért, hogy mindenki megtalálja a maga ízlésének megfelelő előadást. Gondolom, hogy az idei esztendőben is jó fogadtatásra találnak majd ezek az előadások, illetve az eddig megvolt két előadásra már azt mondhatjuk, hogy nagyon jó hangulatban teltek el. Július 19-én a makói Szilágyi Éva és a szegedi származású Iski Roland lépett fel. Előadásuk a Szívből szeretni címet kapta. A mai estén musical estet tartunk itt Maros-Lelén, de az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nem csak musicaleket fogunk énekelni, hanem igyekeztünk olyan dalokat is választani, amelyek szintén olyan népszerűek, mint a musical, de mondjuk több emberhez eljut, ilyen például az Aladdin egyik nagyon ismert slágere, az Új élmény, illetve Andrea Bocellitől és Celine Diontól is elhangzik egy-egy dal, és egy picit átevezünk a swing és a jazz műfajába is, hiszen Michael Bublétől is fog énekelni a kedves kollégám, de a műsor 80%-át nagyon népszerű musicalek teszik ki, például az Elizabethből, az Operaház fantomjából, a Rudolfból, és a Dzsungelkönyvéből is fogunk énekelni. Nagyon szép, színes és igazán szerelmes, jó hangulatú estét hoztunk most itt össze. Már egy éve van, hogy itt vagyok, s mi az, hogy felmutathatok, egy rongyos albérlet, egy rossz ágy. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és egyébként már volt az Évivel nekünk nagyon sok közös fellépésünk itt a környéken. Most örülök, hogy erre hosszabb idő után ismét sor kerül, hogy együtt énekelhetünk, és igyekeztünk a legjobb musical számokat, legszerelmesebbeket, a legkifejezőbb dalokat elhozni nekünk. A musicalek színpadi műfaj, tehát nagyon fontos, mindannyi a zene mellett, a zene minősége mellett, a szövegnek a mienysége is nagyon fontos. Igyekeztünk tehát olyan dalokat válogatni, amikben ez a két komponens ez nagyon szépen harmonizál. Reméljük, hogy sikerül ezekből a dalokon keresztül kifejeznünk mindazt, amire a szerző gondolt, amikor a dalokat írta, illetve a mi saját érzelmi világunkat is sikerül egy kicsit belevinni. Hogy elbújtas és megvédj, hát választásodnak. Csak mennyi